Szép jó hajnalt mindenkinek, Torin vagyok, ez pedig a Panzer Doctrine. Egy érdekes változat, koncepció a Panzer General jellegű játékokon, elsősorban mert valós idejű a tényleges harc. Lássuk a kampányt. ...41 középső támadás, elvileg majd Moszkva a célunk. Könnyű feladat, nem is annyira könnyű. Divízió név. No, hát gyakran mindent le lehet cserélni az egységeknél, fegyverzetet, gépesítetteknél még inkább, milyen járművet használnak, páncélosoknál, hogy milyen páncélos ténylegesen. Nem akarunk valami komolyabbat a Panzer 1B-nél. Ezek egy elfogadhatóak. Azért hát Panzer 2, az legalább olyan szoszó tűzerővel bír. De az a Panzer 1 az elég homály. Azt érdemes lenne lecserélni. Van másik nagyon gáz egységük? Annyira vészes nincsen. Akkor vegyünk. Mit tudunk venni? Panzerjéket. Mit tudunk még venni? Vegyünk 5000 embert. 3800 pontunk van. Méreg drága lenne a repülő. De mondjuk hasznos. Vegyünk némi gépesített egységet. Gyalogosoknak gyakorlatilag motorizáljuk a erők egy részét. Nincs elég. No, az egyik gyalogságot átkonvertáljuk gépesített gyalogsággá. Ilyen értelemben. Nincs elég. Épp hogy csak egyet tudtunk átrakni, az ugyan gyorsabb lett, az az egy divízió, vagy ezred. Kár érte. No, viszont le akartuk cserélni az egyik tankunkat. Hát ez gyenge, meg ez még gyengébb. Oké. Akkor mondjuk 4F, és akkor lecseréljük a másik szakaszt is. Mondjuk hozzá is adhatjuk egy az egybe. És akkor legalább sokan vagytok.
de minek mondjuk. Oké, tudunk-e venni még? Még egyet tudunk venni. Mert a Panzer 2C legalább valamennyire használható, de az a... Az az 1B az annyira homály, hogy tényleg minek. Na és akkor ez a 245, 216-os regiment, ez jóval durvább lett méretbe. No, van még 10 pontunk, ez van. Na, helyezzünk ki, gyalog. Oké. Gépesített. Hova akarunk több erőt? Egy extra ide. Szervasz, hogy ezt a Brest-Litovskot körbevesszük. Repülő. Egy közel légvédelem, vagy meg egy bombázó. Oké. Azt hiszem ez egy jó kinéző feladvány. Hova raktuk a brutálisan felnövelt méretet? Azt hiszem igen, ebbe van a 200 plusz tank. No! Itt két gyalogos tud támadni egyet, az mindenképpen mehet. Bombázó, a repteret bombázza. Ez eddig tiszta sor. Itt mindenki mehet, azon nincs is mit magyarázni. Oké, a gépesített meg menjen ide. Ez nagyjából oké, a terv, hogy ezt az egész csomagot körbe fogjuk, amennyire lehet. Ahhoz ugye ezt az irányt kell valahol megcsípnünk és megtartanunk. Elég ideig, miközben egy másik egység ide betör, vagy idáig befoglaljuk az egészet. Lássuk! Jó, megkezdődik a harc. Ja, hát itt meglepő módon gyorsan győzelmet arattunk. Mozgolódik valaki, nem? Helyes? Oké. Gépesített húzzon elég gyorsan ide. Sőt, a két tank is igazából. Majd a gyalogos megfogja a pozíciót. Haladjon tovább. Ó, itt jön a tank megütközni velünk. Ez jó hír. Oké. Okay.
Ezek haladnak. Ó, tank jön megint megütközni velünk előre. Sőt, ezt először zárjuk el ezt az irányt. Tankkal. Meglepően üresen hagyják, de az végül is nekünk hasznos. Megkockáztatjuk meg, mert ezt a tankot majd tudjuk küldeni tovább. Oké, valahol el. Győzelem, tankot visszakergettük. Oké. Gyalogos lassan elindul, valahol még egy újabb győzelem. Na, az első győzelem a gyalogságok részéről. Győzelem, győzelem után. Gépesített az haladjon. Oké, tankunk menjen oda és egy kicsit segítse. 41-es az. Lassan kimerül ez a 40, hát jó, ő sok harcba részt vett, de most már egy idő után úgy látom lassan föl lehet szabadítani. 60 gépet győztünk le, nagyszerű. Bár este nem harcolunk. Majdnem két nap eltelt. De a körbeszorításunk lassan megvan. Oké. És ott egy páncélos ezredet elfogtunk. Na, az volt a nagy fogás. Az volt a nagy fogás. Oké, ott mozog az a gyalogs, az a páncélos. Valószínűleg menekül, mert látja, hogy nem jól áll. Ez remek helyzetben vagyunk. Merre volt? Kezelíc. Oké. Okay.
Remek. Szamarai erdő. Páncélosnak muszáj délfelé indulnia. Oké. Gyalogság az induljon meg ide. Oké, ez hol volt? Valahol délen. Lassan tudunk előre szivárogni, de csak lassan. Oké, hogy két egységet kerget, de a tűzerő meg nem nekünk kell. Nagyon nem nekünk kell. Oké. Kezdünk jól állni. Kérdés, hogy ki tudunk-e tartani. Itt. 18-as ezred. Hol vagy? Hát az most pihenhet. Gépesített. Hát nektek fiúk. Előbb-utóbb végre pihenést kaptok, de nem most. Termnic. Remek. No, hogy állunk? Hogy állunk? Jól állunk alapvetően, csak lassan. Mennyi időnk van még? 4 nap eltelt, és még semmit nem haladtunk. Kétségtelen egy szép nagy fogás lesz ott Breslitovs körül. Ahogy mindenki körbe lesz véve ott. Páncélos, meg 4 gyalogos ezredet elfogtunk gyakorlatilag. Jó, hát egyik vesztes hazból a másikba küldik. Na ilyet ne csináljunk lehetőleg, hogy az elkergetett egység a simán visszajön. Mert az nem túl vicces. Corbin Airfieldnél nyertünk. Breslitovsnál ismét nyertünk.
Oké, mindenki visszavonul, vagy megadta magát. Eddig remek hír. Jó, föltöltjük őket, mert megérdemlik. Remek hír. No, Brassitovsznál egy szép nagy körbefogás. Ahogy azt illik, ahogy azt megírta a mesekönyv, az álmos könyv. Nagyszerű. Nyilván jobb lett volna, ha ezt is körbe fogjuk, de hát egy ideig azért korlátosak a lehetőségeink. Majd csak itt támad. Oké, mi fáradtak vagyunk, értem én. Még nem mindenki, csak egy része az egységeknek. Meg nem is túl jó. Némelyik parancsnokunk. Ötvenöt fáradt, az 52-n nem. Corbin Airfieldnél győzelmet alattunk, ahogy azt terveztük. Onnan nem fog már senki kijönni. És akkor Corbin körül mindenkit elfogtunk, nagyszerű. Hát ezek meg, hogy úgy mondjam, törjenek előre, gyalogok. Oké. Okay. Na, ez egy szorosabb meccs, mint kéne. De egy két gépesített, egy tank, meg egy gyalogezred kerül ott elfogásra. Nézzük, már megadta magát. Sőt, szinte mindenki megadta magát. Nagyszerű. Mindenki kicsit fáradt. De Corbin körül
Győzelem, helyes. És hatalmas győzelem itt. 3000 halott. Meg főleg, hogy mindenki elfogásra, mindenkit elfogtunk, aki ott volt. Elvileg itt senki nincs már mögöttünk. Ha minden igaz, egyébként a felét a célpontoknak már megfogtuk. 60%-ot kell elérni, hogy győzelmet érjünk. Reméljük, ott nincs senki. Jó, ezt most már abba hagyhatjuk. Ennek a bombázását. Miért vannak itt mögöttünk egységek című kérdés? Na. Motorizált, haladjon ide, tank, kergesse tovább. Meg oda mentünk elfoglalni. Oké, azt hiszem mindenütt győzelmet győzelemre halmoztunk. Egy-két ilyen futóhadjáratot leszámítva. De hát mindent nem lehet elérni. Na hát, ha üresen hagyod a várost, ahonnan jössz, akkor azt én elfoglalom, jó? Ha nincs kifogásod ellene, de ha van, akkor is. Nyilván jó lenne, ezt valaki bejárhatná, de épp nem érünk rá. Na, nem volt üres, de nem is volt túlzottan teli. Ahhoz képest, hogy egy védett célpontról beszélünk. Oké, ipari környékén elbuktak. Valakinek el kell majd menni Zabar felé. Meg ezt is előbb-utóbb valakinek végre ki kéne foglalnia.
De hát azok erős kérdőjeleket tesznek föl. Maguk felől. Oké. Szaraszova. Ott újabb egységnek vége. Nézzük meg, hogy azt a repteret hagyják-e nekem ingyen elfoglalni. Vagy valamilyen kifogást emelnek rá. Oké, hát lassú-lassú gyalogok haladgatnak. Hol vagyunk? Oké, azt már egyszer lejátszottuk azt a meccset. Sőt, többször lejátszottuk ilyen értelemben. Hogy semmilyen kihívás nincs. Előttünk. Ó, zabarnál jó néhány egység van még, amit meg kell valakinek kezelnie. Oké. Haladgatunk, de ez tényleg nagyon lassú. Onnan ketten is jönnek. Egyre kevésbé van helyünk manőverezni. Oké, most az ideiglenesen ajos körbeveszik. De ez nem vészes, ez... Majd, hogy nem oké. Oké. Te haladj föl arra felé. Akkor legalább egy divíziót ott kiiktathatunk. Ki
Sőt, ki meg erre. 6 napunk van még hátra. Oké, próbál megelőzni az erdőben az egységet. Helyes. Oké. Az ő az, aki nem tud sehova haladni utána. Remek. Te is mehetsz oda. Akkor gyakran mindenki körbe van véve. Előbb-utóbb ez az egység is el fog esni. 5 napunk van rá. Kilenc egység, na az lesz húzós. Hát elindulnak, de mire odaérnek, az egy örökké valóság lesz. Oké, ahogy sejtettük ezt a csatát, könnyedén nyertük. Akkor viszont mehettek. Ha egyet kiküld előre, akkor mehettek a zubarnál. Oké. Bombázó. Ha jól küldjük, akkor itt tudja piszkálni a helyieket. Meg ami fontos, hogy látjuk, hogy alig van ellátmányuk. Nyilvánvalóan nem ekkora csatára készültek. Ez itt mindjárt győzelem. Oké. Bombázó megkezdi a bombázást. Pusztítgat. Van némi védelmük, de nem vészes. Mindenki repül, senki nem tud olyat áthelyeződni. Ohoho. Na, hát induljanak. Elfoglaltunk mindent. Nyilván, hát itt még meg kell várni sajnos a beérkező ürgét megadásra. No, hát az erőinket gyakorlatilag összehozzuk az utolsó támadásra.
amennyire lehet feltöltjük. De hát ez simogatás, csak 1000 embert már kibombáztunk belőlük. Na hát akkor kezdjük meg a beküldést. Mindenki részéről, bár valószínűleg a többség az nem fog ide érni már. Van itt mindenki. Elképesztő mennyiségű emberfölény, de mondjuk az ellátmány hiány az sokat segít. Abban, hogy fogyjanak. Legalábbis nagyon-nagyon remélem. Itt szépen meg fogják magukat adni, úgy bizony. És ennyi volt. Ez volt az utolsó harcunk. Győzelem. Lássuk. 15 ezer ember, 50 tank, 2 repülő, 40 löveg, 50 ezer, majdnem 60 ezer szovjet, 200 tank, 40 repülő, 800 löveg és 125 ezer elfogott. Összesen 10-szer annyit fogtunk vagy öltünk meg, mint amennyit vesztettünk. Tankban is hasonló, repülőben 20-1 az arányjal, lövegekbe szintén 20-1-25-1 körül. Igen jó eredmény. Na hát 6000-et kaptunk, plusz további 2000, majdnem 3000 bónuszként. Na remélem tudunk menteni majd menet közben. Mert a következő pályára biztosan nem kívánok nekiállni. No, hát folytatjuk valahonnan innen.